vicces jelenetek sorra követi egymást. Aztán még mondtam a kacsonyok, hogy még húzzuk ki a galambot, és akkor jó, de akkor nem marad darab. Szóval most ez... A Pinocchio olvasó próbája a Móricz Zsigmond Színházban. A jól ismert mesének számos adaptációja létezik, könyvben, filmben és színházban egyaránt. A nyíregyházi előadás dramaturgia és rendezője Carlo Collodi, olasz író, 1800-as évek végén írt regényéhez nyúlt vissza. Céljuk az volt, hogy az összetett, komoly üzeneteket hordozó történet a gyerekek számára is érthető és élvezetes legyen. Ez egy vadudantúj feldolgozás, Varsányi Anna író-dramaturggal készítettük, illetve hát főleg ő készítette. Sokat beszélgettünk róla, hogy mik azok a fontos pontok, amiket érdemes a Pinocchio-ba kiemelni, és aztán Anna végül megtalálta talán a legfontosabb és a legmókásabb részeket, és ebből áll össze a mi előadásunk. Az előadásban 6 színész játszik majd, szinte mindegyikük több karaktert személyesít meg. Egyes szerepeket kettőznek, így Pinocchio-ként Tar Dániel és Horváth Viktor is látható majd. A tücsök szerepét pedig Kuti Patrícia és Széles Zita is eljátsszák. A humoros, pörgős párbeszédekhez komorabb, sötétebb látványterveket képzeltek el az alkotók. Különleges látványvilágot találtunk ki, a régi olasz vásári komédiák világát, tehát a színpadon lesz egy színpad, igazából minden bútorunk kétdimenziós lesz, tehát hogy főleg a színészekre építek ebben az előadásban, a színészi játékra, a kicsit minden egy kicsit sötét lesz, hogy tényleg a színészek ragyoghassanak ki belőle leginkább. A Pinocchiót október 13-án, pénteken mutatják be a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.